Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Reggel 6 óra van, kedd. Nekiindulunk tovább. Menj tovább több mint 300 kilométert. Hát most ez van. Nézd, az is lehet, hogy elszámoltam. Azon gondolkodtam, hogy még most még egyszer ellenőrzöm az adatokat, jó? Hát lehet, hogy valahol egy előjelet elszúrtam, és lehet, hogy igazából egész rossz irányba megyünk. Mert hogy ez nem lehet. Tehát az nem lehet, hogy 300 kilométert folyamatosan kell menni. Én szerintem az utolsó matematika vizsgámon egyébként, amikor hát így kegyelemből megkaptam a navigációs vizsgát, tehát akkor lettem én igazából GPS, de hogy ott is volt egy ilyenem. És volt egy ilyen, azt mondták, hogy ez nem nagy elszúrás. Hát kérdezem, akkor mi az elszúrás, a tengerbe irányítalak, nem mindegy. Hogy, és mondjuk azt mondom előtte, hogy gyorsítson föl 200 km/h, és kész, ugratunk. Na, volt egy ilyen tényleg, hogy ott akartunk menni a Balatonhoz, csak ellenkező ember voltam el. És utána ugye próbálja az ember védeni a hónap becsületét, és akkor már mondtam, hogy mit tudom én, a 67 ezer kilométer, hogy az a marha az ment, tényleg. Jól tudom, látom, te is mégy, de te nem vagy marha. Nem azért, mert ezt így beszoktad, hogy 300 km menjen egyenesen, jó, hát nem érdekes. Én örülök azért, hogy kedves embereknek, akik mondjuk nem reklamálnak, és egyáltalán nem is nyomnak meg egyetlen gombot sem a GPS-en, amikor az ilyen mond, hogy menjen előre 300 km, ott forduljon jobbra vagy valami. Nézd, bármi is lehet, és szerintem akárhová is sikerül eljutnunk ott, hogy mondjam, rajtad múlik, hogy megtaláld az érdekes valamokat. Tehát végül is te teszed jobbá az életedet. Az lehet, hogy közben átmegyünk Romániába, de ott is vannak szép dolgok. Az éjszaka nagyon jól telt, jól kialudtam magam, 11 órás pihenőt vettünk ki, és akkor így. Aztán most roboghatunk tovább. 11 óra 3 perces pihenőt volt, utána még munkával töltöttem egy 9 percet, és akkor indulunk szépen neki. Cseh tranzittal, irány Bécs. Az idő ilyen szüttyögi esős lett, most reggel kezdett el esni az eső. Sok látnivaló még nincsen, de lassan már világosodik. Úgyhogy haladok szépen tovább, megyünk még 50 km-t az A2-n, aztán átérünk majd a 14-esre szerintem. Úgyhogy, ha valami érdekesség lesz, akkor majd jövök. Itt vagyunk a határnál. Ez azt hiszem, hogy ez itt a kelet-német határ. Már világosodik. Már egyre jobb az idő. Itt vannak az őrtornyok. Kilométert megyünk még itt az A2-n, és utána próbáljuk az irányt módosítani egy kicsit Csehország felé. Még Magdeburg van itt 44-re, az nekünk egy ütközési pont, utána aztán irány Dresda, úgy aztán megnézzük a Dresdai repteret. Haladunk még itt szépen tovább. Kettes autópályáról most lehajtunk a 14-es számú autópályára.
irány Dresda Lipcse. Lipcse. És aztán irány Csehország Prága. Hajtsuk le az autópályáról, mert hányni fogok. Hát elkezdett esni az eső. Szikjegy idő van. Tarts jobbra! Jó lenne, hogyha mondjuk egy kicsit balra tartanánk. Ezt tényleg puszta jó szándékból mondom. Mert én látom már a térképet, nem akarom még terhelni. Egyébként szerintem össze is zavarnánk önt ezzel, meg ha most hirtelen azt mondom, hogy balra, akkor ki fogja rántani a kormányt, és megdöbbünk mindannyian. Nekem szétgurulnak az alkatrészeim, higgy el, ez jobban zavar engem, mint hogy ön megúrta el. Tehát tartsunk egy picit balra. Picit balra tartva, irány a 14-es számú pálya, és itt megyünk most 200 km. Sáde folyó, fölött fogunk átmenni ezen a gyönyörű hídon. Elég jó rázánk ütött az eső. Haladunk még 148 km-t a határig. Szerintem a határig. 14-es nem vagyunk. Mondjuk Lipcse, Dresda. Nem sokára érkezünk Lipcséhez. Lipcsei reptelet megnézzük. Ilyen esőben nem biztos, hogy sok mindent látunk belőle, de azért megpróbáljuk. Érkezünk a Lipcsei repülőtérhez. Hát sajnos, hogy az idő ilyen párás esős. Az irányító torony villogását már látom. Balra egy-kettő utasszállítógép ott állnak szépen sorba, kivilágítva a reptér, kifutópálya, leszállópálya, jobbról is ott vannak a repülőgépek. Arról az utasszállító
addig az irányító torony. Se leszállógép, se felszállógép nincsen. Na és ezután szeretném megköszönteni a márciusi ifjakat, ugyanis 15. éve őket illeti a köszöntő. Hát aztán mehetünk, menjünk itt tovább szépen. 92 km-re a határ. Elhagyva most már a lipcsei repteret. Itt balra egy kis malom, szélmalom. Mulde folyó fölött vagyunk éppen, menünk át a hídon. És botorkálunk a határ felé. Nem sokára Dresda, és Dresda után ott a határ. Haladunk szépen tovább. Hát igen, amit jövünk bele a télbe, úgy néz ki, hogy itt már egy picit esett a hó. Három fokban. 250 méter magasan vagyunk, tengerszinthez képest. Úgyhogy bármi lehetséges. Áttértünk a 4-es autópályára. És rohogunk a határ felé. A 4-es autópályát, rádérünk a 17-es számú pályára, Prága felé. Menjünk le az autópályáról, mert már nagyon dühös lett mindenki. Most már kezdünk célegyenesbe kerülni, már ami a Csehköztársasági oldalért. Kicsit unatkozom. 3 óra 18 perces vezetés időre jövök. Nem sokára ki fogunk állni, majd pihenni egy jót.
tovább, 43 kilométerünk van a határig. És 78-at megyünk még a pályán. Érkezünk a határhoz. Elkezdett szállingózni a hó. Nincs GPS vétel! Felmondok! 500 méter múlva, azaz mindjárt lépjük a határ. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mély, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabíró tokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Itt már Cseh Republika léptünk. Úgyhogy átléptük a határt. Innentől kezdve 8-as autópályán haladunk. A cseh oldalon. Prága 106 km. 3:50-es vezetési idővel vagyok. Úgyhogy valahol majd ki fogunk állni egyet. Szusszanni. Jó, ködös az idő, hát ilyennek is kell lenni. Haladunk szépen tovább, aztán majd meglátjuk, hogy meddig tudunk. Kicsit téliesre fordult a táj. De itt már feloszlik a köd, legalább azzal, mint megyünk 33 km-t a körforgalomig, ahonnan aztán visszafordulva. Megkezdjük a bundeszezést, úgyhogy előtte én még kiállok egyet pihenni. 10 óra van egyébként. Úgyhogy még megyek egy olyan 4 óra 20 percet, aztán így. Érkezünk egy pihenőhelyhez. 1800 méter múlva. A tábla mutatja. Ami számunkra megfelelő lesz, 3:58-as vezetési idővel vagyok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekünk jó lesz. Ide beállok szépen. Gyönyörű a panoráma. Itt most hogy egy kicsit köd elmúlt. Jövünk lefelé a hegyről, 600-on voltunk, már csak 350-re vagyunk. Ilyen borongós, esőskés idő van. És ide most mi kiállunk egyet, mihent tenni. Egy 45 percet kiveszek, aztán majd folytatjuk tovább. Bízom benne, hogy hely is lesz, 500 méter is ott vagyunk. Kerek 4 órás vezetési időben vagyok. De most helyet. Na, itt épp elmegy a kolléga, akkor ide be is áll.
motorkálán mögöttem az ember. Na, itt a pirik. Pihenő letelt. Hadd simogatom meg a buksi fejecskédet. Újra tervez a bácsi, jó? Menjünk tovább egy kicsit még. Kisütött a nap is. Tulajdonképpen nem kell semmire figyelni, csak azokra a dolgokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ember életben maradjon vezetés közben, és mást se üljön meg. Érted? Tehát mondjuk praktikus a táblákat figyelni, meg ilyeneket. Úton átszaladó macska, na most tök komolyan, hogy tolatni kell, hogyha óvatosan, hogyha fekete macska átszalad előtte, és akkor visszamegy az ember ugyanarra, amerre jött, akkor nincs baj. És akkor visszatértünk a 8-as pályára, ahol megyünk még 20 km, aztán irány Prága, aztán irány Brno. Nekilódulunk, megyünk egy 4 órás etapot megint csak, 11 óra van, lehet, hogy a délután 3 óra környékén be is fejezzük a napot, meglátjuk, hogy mennyire bírunk még menni, és hol lesz ez a pihenő. Haladunk szépen tovább, itt lesz az a gyönyörű kis híd, átjáró, gyalogos felüljáró, ami a pályát átöleli, vagyis átíveli. Itt van egy kis formatervezett jópofa, nekem tetszik. Na, még a nap is kisütött, felhőket elvitte a szél. 5 fok lett, hirtelen jó idő lett. És itt van ez a kis felüljáró. Tetszetős. Most megyünk szépen, azt mondja, hogy Prága egy 100 km, egy 1 óra 20 perc körülbelül, és ott vagyunk a közepénél. Azon átrobogunk, aztán onnantól kezdve ismét csak pálya és pálya, ami lehet haladni. És most ez a cél, ez a terv, megvalósul belőle, ami megvalósul, most egyelőre haladunk. Itt is vannak ám azért szép dombok, csebe, meg szép felüljárók is, mint amelyiken megyünk most is. Mellettünk a régi gyárak. Még így is szép kis dombok. De nem vagyunk nagyon magasan, 178 méteren tengerszinthez képest. De azért szép a táj. Haladunk 11 km a pályán, aztán onnantól kezdve letérünk, és jön a Bundes. Körforgalom lesz, szerintem. Igen, szerintem is. És közben eléggé szép a látvány, itt rálátunk a városra. Pedig visszafordulunk ide. Teljesen halánk. Esetleg mehetnék lassabban. Második kijárat lesz, Bubi, a körforgalomban. Köszönöm. Hajtsd ki a második kijáraton. Gépjármű kezelési problémái vannak, forduljon hozzám!
drága. Még egy órányira van. Úgyhogy haladunk szépen tovább. Prága egy kicsit arrébb van, még egy órai autózás. Valami érdekes lesz, akkor jövök. Egyébként ilyen szomorkás, szürkégi szürke idő van. Semmi extrával. Veleminbe értünk. Település, de jó hosszú. Csoda Volvo. És aztán hagyjuk is el vele, mint a robogunk tovább. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Itt pedig jobbra tartva visszatérünk egy kicsit az autópályára. Radiológus magához hívatja a beteget. Van egy jó és egy rossz híre. Melyiket mondjam először? Rosszat mondtam. Különben a röntgen felvételén egy nagy kiterjedésű rossz indulatú tumor látszik. Szörnyű. És akkor mi a jó hír? Photoshopban el tudom tüntetni. Tábla is mutatja Prága 66, itt pedig a 8-ason most megteszünk 57 km-t. Szép a panoráma innen még föntről, elég tiszta levegő. De aztán megyünk be a zajvédőfalak közé. És egy ilyen, nem tudom mi ez, valamitnak nem mondanám. Gondolom ez is valami zajvédő dolog. De szép egy építmény. És akkor itt most robogunk még 55 km Prága irányába. És aztán meg is érkezünk nem sokára. Úgy jól átjöttünk itt ezen a mindeszes részen, mert onnantól kezdve Prága után már megint csak autópálya lesz belőle. Megyünk, haladunk, robogunk, szágulunk. Feltűnik előttünk Prága látképe, és érkeztünk is be. Úgyhogy megjöttünk Prágába, hát most szépen átsuhanunk rajta, dél van, talán nem lesz nagy forgalom. És aztán roboghatunk tovább. 1 óra 10 perces vezetési idővel értük el Prágát.
meglátom, hogy ilyen gyorsan tudunk átverekedni rajta magunkat. Úgyhogy haladunk. Tarts jobbra! Jobbra kell tartanunk, mert arra egyenesen behajtani. Tilos van, te helyben. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Itt maradunk az árral. Amennyire csak lehet, kerüljük el Prága belvárosát. Nem csak látom, hogy hogy vezetsz. Haladunk szépen tovább. Egy jó erős 3 kilométer. Lassan húzódj jobbra. Szintén jobbra kell húzódnunk, mert egyenesen behajtási tilalom van. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Ha ön japán lány, akkor írjon levelet, csak érthetően mondom, mert ha japán, akkor nem beszél jól magyarul, gondolom. Please write me a letter, yakso@yakso.hu. Aztán itt most megyünk 4 kilométert, kikerülvén a prágai belvárost. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelögdösni a biciklistákat. Igen, itt jobbra kell tartani, nekünk már jó innentől kezdve. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Hogy Bruno. Arra fogunk menni. Unom ezt az egészet. Nekünk az a belső két sáv felel meg, az a Brunói. Jön egy kis prágai látkép. Majd az egyes pálya kell nekünk. Nekünk jó ez a nullás. Még egy jó darabig. Bemegyünk egy picit majd a városba. Én nem is tartanálak fel akkor a hevenyunalomban. Jó, hát mondjuk nem ez a legszebb része a vezetésnek, de erről nem én tehetek. Te vettél autót, te tetted le a jogosítványt. Van jogosítványod, ugye? Mert ugye GPS adatok alapján így nézem, hogy hogy vezetsz, és tulajdonképpen szabad időben gyakorolhatnál egy cipici, de tényleg most nem azért, semmit nem adás nincs ebben, csak gondoltam, hogy szólok, mert volt egy-két ilyen, tudod, ez a, emlékszel? Én meg nem emlékszem, csak van egy memóriakártya, és arra gyűjtöm az adatokat.
és akkor nekünk most már csak a Bruno táblát kell nézni. Arra kell menni, és figyelni arra, hogy teherre behagyjam a kilométert. Véletlenül sem menjünk bele. Be lehet kolbászolni, de hát haladunk szépen tovább, mint 12 kilométer. Itt most érkezünk egy kis látképhez, hogy átmegyünk a hídon. Szép kis prágai híd. És egy kis prágai látkép. Városkép. Érdemes a táblákat nézni. Bár most már a navigáció toppon vannak. Innentől nagyon nem lehet. Csak a szélső sávban jó nekünk, másik kettő. Behajtási tilalom van. Aztán követjük ezeket a sárga táblákat, ahol ki van írva, hogy Renault arra van teherautóval. Így jobbra nem kell kimennünk, nekünk egyenesen kell menni. Arra 12 tonnás tiltásunk van. Pedig nem sokára elfordulunk. Jobbra kellene tartani. Jobbra, komolyan. Én itt voltam legutóbb, és később már nagyon nehéz lesz kihúzódni.
És itt már sehol nem engednek be, csak és kizárólag jobbra. Amit a Renault is jelzi már, hogy itt el kell mennünk jobbra. Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi, jobbra kellene tartani egy picit. És utána jobbra megyünk, de nem összekeverni, nem most menni jobbra, majd utána. Lassan húzódj, jobbra, aztán jobbra megyünk. Forduljunk szépen jobbra, aztán majd kiderül. Utána is megyünk valamerre nyilván, én szerintem jobbra, de nem biztos. Pisálok, de jobbra! Jobbra kellene egy kicsit csalni. Nem csak látom, hogy hogy vezetsz. Oh, Hungaroring! És most már kifelé megyünk ténylegesen Prágából. Egy óra 34 van, hát 24 perc alatt tettük le Prágát. Innentől kezdve már autóton megyünk. Meg itt Prága külvárosi részén, itt hagyjuk el Prágát. Külvárosi részén itt vannak az iparterületek, ipartelepek. Már lehet haladni bátran, az egyes pályán vagyunk. És ha a kiszemelt pihenőhelyig akarok elmenni, akkor 2 óra 20 percet vesz igénybe az út. Ez 200 km. És akkor egy olyan körülbelül 4 órás vezetési idővel érek el odáig. Onnan még 92 km-ünk lesz első lerakóig, ami holnap reggel 8-as. Úgyhogy szerintem, ha odáig elérünk, akkor ott lesz az éjszaka. De majd még meglátjuk. Úgyhogy most egyelőre haladunk szépen körülnő felé. És aztán érkezünk itt a munkagépek, a belőgépek. Árukások. Kosaras emelő. Alig minden. Prága mellett.
aztán gurulunk tovább, hogy még egy 180 km-t megtegyünk. Ez kell egy jó két óra. Még több is, és akkor így 8 óra 20 perces vezetési idővel befejezzük a napot szerintem, és akkor a többit majd holnap utoljuk. Úgyhogy megyünk szépen tovább. Itt pedig követjük a tábla utasítását. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek bizony. Bruno. Van a bal oldali sávba, ami a másik, tehát ez a kettő megy arra, az egyes autópálya. Úgyhogy húzottunk egyet balra, és már mehetünk most tovább. Éppáron még 173 km a pihenő helyig, amit kinéztem magamnak. Érdemes balra tartani. És remélem, hogy lesz sok hely. Az még egy jó két óra, hát egy olyan délután 3 környékén érünk oda, akkor még talán nem lesznek telítve a parkolók. Úgyhogy 173 km. Jada. Szép helyek erre is vannak. Az utak már nem annyira videók, de azért ez a pálya gyönyörű. Szép lesz, akkor majd jövök. Lesz. Jobbra. Lesz majd egy kamacska. Minden igaz. Autókat visznek itt meg. Közben pont kitakarta nekünk itt ezt a gyönyörű helyet. Ha mindegy gond egy szása, majd lesz még szép hely. Thank you.
mindenkit. Mehetünk szépen tovább. Ilyen szép kölcsid, akkor megyünk ám át. Vannak gyönyörű helyek. Nagyon szép helyek. Aztán leküldjük itt a hegyet. És még 125 kilométerünk van. Hiszem el pihenőig, másfél órás út, és 2 óra 30 perccel vagyunk, tehát olyan 4 óra környékét pályázzuk meg már vezetési időbe, ami lesz egy olyan, hát egy 3 órás, délután 3 óra, mire befejezzük a napot. Ez ilyen kis rövidke napra sikeredett, mert ugye csak a menésről szólt, és a menés az 2x4,5 óra, hát most adott esetben 2x4 óra, és ebben a 2x4 órában tudtuk le ezt a távolságot, elég lesz mára. De ha netán nem lesz ott hely, akkor még ott tudok pihenni egy 45-ös, és akár még tovább is tudok menni még egy órát, vagy adott esetben 2-t. Ha minden esetre megyünk, haladunk tovább, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk, lesz-e ott hely, ha lesz, akkor lesz az éjszaka. Elérkeztünk a Jiklavai lejáróhoz, az pedig itt van. És nekünk a Runót adták meg, úgyhogy megyünk tovább. Erre még nem jártam. Még itt Csebe, Runóig soha nem mentem ezen az autópályán. Úgyhogy innentől kezdve ismeretlen tájon robogunk. 89 kilométerünk van még a kiszemelt parkolóig. 3 órás vezetési idővel vagyok, és 1 órásnak írja a navigáció. Úgyhogy robogunk tovább, és körülbelül 15 órakor érkezünk. Ha lesz valami érdekes, akkor jövök, mert erre még mondom, hogy nem jártam, tehát ezt meg dokumentálni kell. Gyönyörű panoráma, gyönyörű völgyhíd. Mindez itt Brunó felé. És itt már úgy nézegetem ezeket a parkolókat, pihenőket. Van benne hely, vagy nincs, vagy hogyan vagyunk. Már úgy nézem, hogy mit van. Remélem, hogy ott is lesz, ahol én szeretnék megállni. Úgyhogy röptetünk tovább, még egy 50 km és itt vagyunk. Na, itt érünk egy pihenőhelyet, megnézzük, hogy van-e benne hely. Van, lehet, hogy itt lesz az éjszaka. Innen még egy jó másfél óra van. Ahogy beálltak itt a hőt. Itt lehet parkolni. Nekem ez nem nyert. Hát úgy látom, hogy ott már nincs hely. Megyünk is tovább. Akkor megint meg tudnék állni, de hát... Nem, megyek inkább tovább, aztán majd keresünk máshol helyet. Időm még van, tehát nem annyira sürgős, csak mondom, benézek, hogyha van valami jó hely, akkor megállok. Aztán érkezünk lassan, ez már ott Brunónak a látképe, színes házakkal. Úgyhogy nem sokára, aztán el kell forduljunk majd jobbra,
nekünk ez van megadva, hogy Bruno. Hát itt a pálya mellett nem akartam megállni, hogy nagyon zakatolós lett volna. Nem, megyünk tovább, lesz még, mert biztos vagyok benne, hogy lesz még parkoló. Brunónál elértük a pálya végét, és itt most lehajtunk róla. Hajtsunk le az autópályáról. Majd utána tartsunk jobbra. Ez az, Bubi! Nyomjad neki! Nézd, én tényleg nem akarok beleugatni. Komolyan, ha meg akarsz állni, vagy parkolni, vagy pisilni kell, vagy akármi, akkor nyilván csinálhatod, de ahogy így a térképet nézem, szerintem egyenesen kéne menni. És Brunóba érünk. De nem akarok zavarni, csak mennyi legyenesen. Megnézzük Brunót. Egyenesen kellene csak úgy menni. Gáz, vég, meg ilyenek. Menj tovább több mint 300 kilométert. Hát most ez van. Nézd, az is lehet, hogy elszámoltam. Azon gondolkodtam, hogy még egyszer ellenőrzöm az adatokat, jó? Hát lehet, hogy valahol egy előjelet elszórtam. És lehet, hogy igazából egész rossz irányba menjünk. Mert hogy ez nem lehet. Tehát az nem lehet, hogy 300 kilométert folyamatosan kell menni. Én szerintem az utolsó matematika vizsgámon egyébként, amikor hát így kegyelemből megkaptam a navigációs vizsgát, tehát akkor lettem én igazából GPS, de hogy ott is volt egy ilyenem, azt mondták, hogy ez nem nagy elszúrás. Hát kérdezem, akkor mi az elszúrás, a tengerbe irányítalak, nem mindegy, hogy, és mondjuk azt mondom előtte, hogy gyorsítson fel 200 km/h, és kész, ugratom. Na, volt egy ilyen tényleg, hogy ott akartunk menni a Balatonhoz, csak ellegezőjelben. És utána ugye próbálja az ember védeni a modell becsületét, és akkor már mondtam, hogy mit tudom én, 67 ezer kilométer, és az a marha az ment, tényleg. Jó, tudom, látom, te is mégy, de te nem vagy marha. Tehát nem azért, mert hogy ezt így beszoktad, hogy 300 kilométer menjen egyenesen. Jó, hát nem érdekes. Én örülök az ilyen naív, kedves embereknek, akik mondjuk nem reklamálnak, és egyáltalán nem is nyomnak meg egyetlen gombot sem a GPS-en, amikor az ilyet mond, hogy menjen előre 300 kilométert, ott forduljon jobbra vagy valami. Nézd, bármi is lehet. És szerintem akárhová is sikerül eljutnunk ott, hogy mondjam, rajtad múlik, hogy megtaláld az érdekes dolgokat. Tehát végül is te teszed jobbá az életedet. Az lehet, hogy közben átmegyünk Romániába, de ott is vannak szép dolgok. Közben kiértünk Brunóból. Na végre, hogy normális ember. Akkor itt megyünk még 4 kilométert, aztán ott elméletileg van egy menőhely. És ha lesz hely, akkor ott megállok. Ha nem, akkor keresünk valahol valami jót is. Ipari parkot aztán ott megpróbáljuk eltölteni az éjszakát.
vannak ilyen ipari parkok, ilyen jó kis ipari parkok. Azt nem tudom, hogy... melyik olyan helyen volt meg lehet állni. De itt van még autópálya, mellette csak lesz van néhány. De 1,8-ra lesz egy, azt néztem ki magunknak. És ha az megfelelő lesz, akkor ott lesz az éjszaka. Ha nincs ott a Balaton, akkor eltévedtünk. Mindegy, akár ott van, akár nem, a hajts ki a jobb oldalon, jó, a következő lehetőség. Hát ezt néztem én ki magamnak. Így itt most kihajtunk, aztán megnézzük, hogy van-e hely. Hajts ki a jobb oldalon. Most ez van. Most utána már ott is vagyunk. Ha! Megnézzük, hogy van-e hely. Van itt, miért nincs. Hajts ki a jobb oldalon. Jó? És utána ott leszünk. Na, hova jöttünk? Hova jöttünk? Gratulálok! Az első szükség belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Mondjuk itt volt hely. Ödös, hogy ember vagy. Újra tervezek. Ha van itt hely, kérem szépen. Na, akkor itt lesz az éjszaka. Látom. Érdemes balra tartani. Itt lesz az éjszaka, kérem szépen. Hadd simogatom meg a buksi fejecskédet. Újra tervez a bácsi. Jó? Na, próbáljuk meg először. Menjen el mondjuk jobbra. Ennyi, megjöttünk. Köszi, hogy ma is velem tartottatok, itt lesz az éjszaka.